A Merkantil Bank MB2 8. fordulójában az STK Rima látogatott Soroksára. A vendégek a 7. helyről várták az összecsapást, csapatunk az első győzelmére készült a bajnokságban. Tavaly kétszer találkoztunk hazai pályán, a Sziget-Szent Miklóssal, egyszer a bajnokságban, egyszer a Ligakupában, és még veretlenek vagyunk otthon ellenük. A játékvezető Kovácsi Zoltán volt, asszisztensei Kóbor Balázs és Huszár Péter voltak. Jól kezdődött a mérkőzés. Fülöp beadása után Pál fejesét Sánta még hárította, ám Pótiról a vendégek hálójába került a játékszer. 1-0 ide. Az STK távoli lövésekkel próbálkozott, a 26. minutumban Szepesi lövése került el a kapunkat, a 34. percben Balázs 35 méteres lövését védte Holzer. A 39. percben Gárdos cselezte át magát a fél vendégvédelmen, középradása Pótiról a kapu felé pattant, de a rutinos védő a kolvonalról még menteni tudott. A 41. percben még közelebb voltunk a gólhoz, Zsivocki lőtt egy szép jobboldali akció végén, de próbálkozása a kapufáról kifele vágódott. Egy perccel később összejött az újabb találat. Gárdos szerzett labdát, az ígyszerét hárította Sánta, de támadónkat fellőgte Barna Zsolt, így 11-eshez jutottunk. A büntetőhöz Kákonyi állt, és magabiztosan a kapu bal oldalába lőtt. A második játékrész majdnem góllal indult, Gárdos csapott le egy rövid hazaadásra, Sántán már átemelte a labdát, de néhány centivel a kapu mellé lőtt. Ami késik, nem múlik, két perccel később Kákonyi lábát húzták el a 16-oson belül, újabb büntető. A labda mögé ezúttal Gyepes Gábor állt, és megszerezte első gólját a Soroksár SC-ben, magabiztosan a hálóba bikázott. A 69. percben Gárdos beadása után Zsivocki lőtt egy csel után, de Sánta lábbal védeni tudott. Pál ismétlése pedig egy védőn megpattanva kötött ki a kapusnál. A 72. percben már 4 gól volt az előny, Gárdos lekészítése után Pál lövését Sánta ütötte ki, Kákonyi pedig a hálóba bólintotta a labdát, megszerezve csapatunk 4., önmaga 2. gólját. A hátralévő időben nagyobb helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki, 4 gólos sikerrel szerezte meg első győzelmét együttesünk a bajnokságban. Folytatás szerdán, amikor az elmaradt mérkőzésünket pótoljuk be a Szeged ellen, Gyulán. Soroksár SC, STK Rima, 4-0. Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is mondani, nem is leszek hosszú, nem fogom ezt tenni. Nehéz lenne bármilyen szakmai értékelést indulatoktól mentesen mondanom, ezért nem is teszem, ezt megtartjuk majd az öltözőre. Legfontosabb dolog, hogy gratulálok az ellenfélnek, nagyon jól játszottak, kihasználták minden hibánkat, és teljesen megérdemelten nyertek. Köszönöm. Játszott a szerencse is, de azt mondtam, hogy előbb-utóbb most már Árpádtól hozzánk is, mert Ajkán is nagyon jól futballoztunk, minden szokon múlott, Siófok ellen 88. percben kaptunk egy szabadrugásból, tehát előbb-utóbb kellett. Csak az volt az egész, hogy mondjam, a felkészülésnek a nyitja, hogy ma tudtam meg, hogy a Huszár nem fog tudni játszani, ezért teljesen át kellett alakítsam a csapatnak a hadrendjét, nem tudtuk azt játszani, amit már Ajkán játszottunk. Viszont hál' Istennek bejött, mert tudtuk azt, hogy magas embereik vannak, rengeteg pontrugás variációjuk van, de hál' Istennek érkezett egy Gyepes Gabi hozzánk, amivel stabilizálni tudtam a védekezésünket. Ma az elén nagyon-nagyon sok gólt kaptunk a bajnokság elén, és az kellett, hogy ezek a fiatalok, akiket rendszeresen tudok játszani, ezek most már kezdenek lassan hozzászokni az MB2-höz, és próbálnak valamit alkotni. De nagyon-nagyon kellett mondom az első gól, utána meg már hál' Istennek jött a többi, az ellenfélettől megzavarodott. És tényleg, amit mondott a Szamu is, hogy hibát hibára halmoztak, amit hál' Istennek ezt ki tudtuk használni. Most sikerült megérkezni úgy, ahogy szerettem volna. A bajnokság előtt rúgunk a jó játékkal, az eredményességgel, most elindult valami a csapattal is, és velem kapcsolatban is, ami nagyon pozitív. Tehát fontos hetek előtt állunk, muszáj lesz nyerni minden meccsen.